Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, ez itt a SorryTop podcast 40. adása sok-sok négyessel, én Bárcs és itt van velem a doktor is. Sziasztok! Ismételten köszöntöm a nézőket a kis technikai nehézségek után. Bizony rohamosan gyűlnek itt az élő podcastek, amikben az az elképesztő, hogy ebből ugye 17 darabot az elmúlt két hónapban, illetve kicsivel több, mint két hónapban hoztunk össze, szóval termékenyebbek vagyunk, mint valaha. Legalábbis ilyen hosszú időn keresztül ennyi videót még biztos, hogy nem gyártottunk nektek. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit ebben az eléggé random podcastben, amiben ismét mindenféle spontán témával fogunk csemegézni, mert az All Elite a full hír t ami még szóba került, róla, azt nem tudjuk megtekinteni olyan tojában, úgyhogy ez holnapi program lesz mind a kettőnk számára. Tehát, Deniászon, igen, beakadt a tipmix, írd be még egyszer, maradjon meg az utókornak is. Így van, főleg az összeg, mert bánatosak leszünk miatta. Na mindegy. Igen, ez egy ilyen szabadjára engedjük gondolatokat, meg az indulatokat, stream, ahogy az szokott lenni. A jó szorító extráknak, a szombatesti szorító extráknak, mármint a régi rádió szorító extráknak, és a trash a szerelem gyereke, ezek az ilyen ö, teljesen elborult és elgondolatlan streamek, ez pedig ilyen. Hogy legyen nyoma, még egyszer megköszönöm a születésnapi jó kívánságukat, amik ide is jöttek a chatbe, illetve a Discordon is kaptam párat a, a tegnapi nap folyamán. Betöltöttem a 31-et, srácok, szörnyen öreg vagyok, tehát ha fáj belegondolni, hogy 14 évesen kezdtem el birkót nézni, és 21 évesen debütáltam a HCV-ben, és hogy azóta mennyi idő eltett. Egyébként próbáltam gondolkodni rajta egy az adás felé vezető úton hogy fel tudok-e idézni olyan emlékeket, olyan birkós emlékeket, amelyek kifejezetten köthetőek a születésnapomhoz, de be kellett látnom, hogy nincsen túl sok, mert összesen két darabot tudtam összeszedni az elmúlt 16 évből. És mi volt ez a két darab? Egyik alkalommal 2006, a 17. születésnapomra azt az ajándékot kaptam édesanyámtól, hogy elvittek engem Nürnbergre egy WWE live eventre. Az egy SmackDown rendezvény volt. A második WWE Live Event, amin részt vettem, az első az Berlin volt 2005-ben, szóval Nürnbergben voltunk 2006. novemberében. Bejártuk a várost is, természetesen megnéztünk érdekes helyeket, ahol a náci párt gyűléseket tartott, és ami most, vagy legalábbis 2006-ban egy gyorsulási versenypálya volt. És aztán mindezt megkoronázva, Elmentünk a WWE live-ra, ahol először láttam élőben birkózni Undertaker-t, ami valami egészen elképesztő tapasztalat volt gyerekekkel. Tehát én azelőtt soha nem éltem meg olyat, hogy milyen érzelmek, meg milyen hatás jön rá az egész nézőseregre, amikor kiújnak a fények, megszólal a gong, és aztán megszólal a zene, és kibontakozik a füstből a tékernek a sziluettje. Egészen elképesztő volt. Körülöttem, mindenki a székén állt. ezen az adáson a ringside-ra kaptunk helyet, és ugye a hatodik, hetedik sorban ültünk ringside, és hogy jobban, és velünk szemben a túloldalon volt az entrance, és hogy jobban lássanak, mindenki a székére állt föl, és onnan nyújtogatta a nyakát, de közben olyan adrenalin löketet kapott a közönség, hogy volt, akinek konkrétan remegett a lába, hogy próbálta megtartani az egyensúlyát. Elképesztően brutális volt, és Téker egyébként, ha jól emlékszem, Mr. Kennedyvel birkózott, a későbbi Mr. Andersonnal. Úgy emlékszem, ez volt, ez volt a meccs, és aztán az adás végén még volt egy running -ja is, de hát ez természetesen egy, egy egész életre szóló élmény volt, hogy láthattam tékert élőben, ami aztán később még egyszer megtörtént Bécsben, de ez a 2006 Nürnberg, ez egy olyan alkalom volt, amit az ember soha nem felejtett. És, és ez az egyik ilyen emlék, ami a szülinapomhoz köthető. Ja, és egyébként még azt is megígézném, hogy a, hogy a sónak a másnapján kora reggel elindultunk Nürnbergből, hogy hazaérjünk délutára Pécsra a PMFC mérkőzésre, amit természetesen muszáj volt nem látnom. <laughs> nekem egy emlékem van a te születésnapoddal kapcsolatodban, amikor énekeltünk neked. Énekeltetek nekem? Mikor Igen, történt ilyesmi? Boldog születésnapot az adásban. Én megmondom őszintén röstenlen, de nem emlékszem rá. Ez így. Ez, volt. Mi, ez mikor volt már podcast, vagy rádió, vagy mi volt ez? Na most kérem a klub segítséget, hogy ez mi volt. Podcast, vagy rádió, már nem emlékszem, de valamelyik a kettő közül, és énekeltünk neked. Arra sem emlékszem, hogy kivel, meg euh, hogy, de arra emlékszem, hogy énekeltünk neked. De hogy mikor volt, melyik évben, milyen rádió, műsor, vagy podcast, nem tudom. Vagy pedig Trash talk vagy a Franz tudja... Ötletem sincs. Srácok, segítsetek ki, aki emlékszik. Biztos vagyok benne, hogy ez remek volt. Szinte fölért már téker bevonulásával a Nürnbergi House-on. Egyébként a másik ilyen születésnapos birkó emlékem az, az meg az első HCV véres november, ami november 6-án volt, 2010-ben, és hát ugye az volt az első HCV név alatt futó rendezvény, a legelső véres november mindegyik közül, a régi áteremben, ahol aztán később a véres november 6-ot is tartott. <gül> <gül> és hát azon a rendezvényen úgy voltam ott, hogy el kellett érdem az utolsó vonatot haza Pécsre, hogy másnap itthon legyek, mert családom elvárt a becsös jelenlétemet. Úgyhogy megnéztem az első két meccset a gálán, vagy az első másfél meccset, és utána el kellett rohannom földről. Nem is tudom, hogy akkor a keletiből vagy a déliből indultak-e aktuálisan a vonatok, de taxival nyomultam a, a pályaudvarra, hogy, hogy hazatérhessek Pécsre. Az volt még egy ilyen kifejezett születésnapi emlék, amikor egyébként még nem tartoztam a HCV kötelékébe, hanem ö, mint néző voltam jelen a rendezvényen, de nem kell aggódni, nem fizettem a belépő egyért, mert VIP voltam. Speciális meghívott vendég volt a doktor. Speciális meghívott vendég voltam, igen, így, így lehet lefesteni a dolgot, és, és igazából ezt a két dolgot tudom kötni a születésnapomhoz, meg a birkóhoz, ami így <kül> Igen, tehát Daniels, szóval jól mondja, tehát csak az első két meccs volt összesen más, másfél óra azon az első uh, véres novemberem. Uh, Renegéd és J-Hawk birkóztak tech teamet az étlok ellen, hogyha jól emlékszem rá, tehát 8 uh, és mörlok ellen. <laughs> Mi a, <összegyi> <laughs> a második mérkőzés az meg talán Michael Nats PG Hooker lehetett? Van, -on van. Valami ilyen hardcore baszásban mert Ikarus és Dover volt a main event, úgy emlékszem, de, de, elég régen volt, elég régen volt, nagyon, durva volt, tényleg. és, és egy gyönyörű emlék, és mai napig emlékszem rá, Dover mennyire csalódott volt, amikor közöltem vele, hogy nem tudom megvárni a meccsét. Így van, 2010-11-06, Team Match, J-Hawk versus Étlok uh, nyert j -Hook és uh, Renegade, aztán egy Chairs matchben PG Hooker megverte Michael Nutsot, és utána egy Death matchben Icarus megverte Dowert. Igen. A Cage Match marra wrestlingen minden fönn van, ugye? Igen, marra jó volt gyerekek, szóval <laughs> egy, egy szép régi emlék. Az van nekem is, Ted egy csomó itt a fiókba. 2013-as, 14-es, 15-ös hc és plakátok egy valag. Mert ugye annó a rádió műsorban volt ö, nyereményjáték, meg minden szere, és egy csomóan nem vettétek át, pedig valami, valami azt hiszem dedikálva van mindenki által. Szóval itt el van sülyezve a fiókba. Illetve még talán annyi születésnapi történetet tudok megosztani veletek, hogy az egyik születésnapi meglepetés bulimon, a barátaim konkrétan úgy vártak a lakásban, hogy amikor beléptem, akkor megszólaltatták téker és felvonultak ilyen teamécsesekkel, meg gyertyákkal, mint a druidák, és így két oldalt körbeálltak engem, amikor beléptem a lakásba. Wow. Nagyon, nagy, nagyon, <laughs> nagyon, nagyon jó pofa volt. Igazából összesen két ilyen meglepetés partim volt életemben, az egyik a 18. születésnapomra, a másik a 20 és mind a kettőt sikerült a barátaimnak tökéletesen elbaszniuk, legalábbis a meglepetés részét, nem az eseményt, mert maga a parti az mind a két alkalommal kiváló volt. Mind a kétszer foci meccsről jöttem haza. PMFC meccsről, ugye akkor is nagy meccsre járó voltam, sőt én végeztem el azokon a mérkőzéseken a kezdőrúgást a PMFC-nél, és jöttem haza, kiszálltunk az autóból, és erre meghallottam azt, hogy a bulit szervező haverom üvölt fönt a második emeleti ablakból, hogy megjöttek, megjöttek, itt vannak. Oh, that's such amateur shit. Ez az, ezzel ment el az első, és a második, amit a 20. születésnapomra tartottak, az meg úgy nézett ki, hogy az egyik meghívott vendég lány eltévedt a városban, ugyanis akkor fel volt turva Pécsnek az egész belvárosa, mert felújították a főterünket az Európa Kulturális Fővárosa Projektre, amely címet ugye 2010-ben kapta meg Pécs. És ott a tér, meg a környező utcák teljesen csatatérré változtak, terelték a gyalogosokat is mindenhova, és ebben a nagy e, dzsumbújban eltévedt. És azt hitte, hogy elkésett a buliból, és mivel a buli szervezőnek a telefonszámát nem tudta, Engem hívott föl telefonon, hogy basszam le a buli szervezőt, amiért neki nem szólt, hogy itt ilyen problémák vannak a városban. A problémát az jelentette, hogy én akkor még 20 percre voltam a lakásomtól. <laughs> és akkor ö, megkérdezte, hogy otthon vagy már? És mondom, nem, miért? Ja, akkor semmi. <gül> <gül> ah, nagyon jó, nagyon jó. Ez a két meglepetés bulim volt életemben, és mind a kettőt sikerült ebből faszkodjuk legalábbis, még egyszer mondom, meglepetés részére, de azt a koreográfiát az kurva jól megcsinálták, hogy tényleg Taker zenére, gyertyával, druida formában fogadtak itthon, amire én természetesen megcsináltam a Taker tauntot, vagyis ugye így ez. Milyen kedves vagy. És erről még egyébként fénykép is van valahol. Azt mondom, hogy videó nem videó az nincs, de, de fénykép van róla, hogy pont ezt csinálom, és hogy a srác mögöttem így ilyen tökéletes, what the fuck fejjel néz rám, hogy úristen, mi történik. Ej, <laughs> <laughs> nagyon jó. Szóval, szóval összetudok össze szedni azért ilyen emlékeket a múltból. Neked vannak születésnaphoz kötődő birkó emlékeid? Mármint így a sajátodhoz. Nem nagyon. Nincs. Abszolút. A tiéd egyedül, amikor megvetted a WWE is cuccot, de azt előre megbeszéltük, szóval az nem számít. Ja, budapesti második live event Ja, 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 ja. Igen. az egyedül. De nekem nincsen izése, szóval nekem nem volt meglepetés bulim se soha. Nekem a, buli az olyan volt, amit hát úgy szerveztünk, hogy úgy lett meglepetés, hogy én szerveztem félig. Ja, Tudod, mondjuk téged ismerve annyira nem lett meg engem. Szóval... Bart hands on everything, ahogy szokott, persze. Igen, veled szemben meg én ugye az, aki nem tud semmit megszervezni a világon, tehát uh, jobb, ha nem bíznak rám ilyen hasonló dolgokat, de a gimiben meg a gimis barátaim voltak ilyen jó fejek uh, alkalmanként, hogy még ilyen koreográfiákkal is készültek, mert hát ugye ez egy nyílt titok volt mindenhol, sőt nem is, nem is volt semmilyen titok, mert uh, nagyjából iskolai projekteket csináltam abból, hogy wrestling rajongó vagyok, tehát uh, a angol órán ugye megcsináltam azt, hogy undertaker írtam, hát nem mondom, hogy beadandót, de ilyen házi dolgozatot, amit kellett csinálni valamilyen témában. És kurva jó volt, mert undertaker írtam angol eszét, és mellékeltem hozzá a képet. Ugye a, aztán a Wrestlemania 20-as entranszából volt a kép, amikor jön befele a druidáknek a fákjai közepette. Odaadtam a tanárnak a képet, azt kell tudni egyébként az angol tanáromról, hogy egy ilyen két méter magas, 120 kilós csupai zomfazon, aki bármikor elmehetne birkózónak igazából a, a fizikum alapján, ránézett a képre, és megkérdezte, ki ez a gangsta, Zoli? Közöltük el egy, de hogy is, ez Undertaker. És erre megjegyezte, Undertaker? Az még mindig nyomja? <laughs> Mert mint kiderült, azt hiszem nem is ő, hanem az apja még a Sky generációban, a Sky irában nézett WWE-t, és ugye akkor debütált Taker 90-ben, 90 91 között, és még így konkrétan emlékezett rá, hogy volt egy ilyen birkózó, hogy Undertaker. Én meg 2000 magasságában oda basztam neki a házi dolgozatos eszét belőle. Nagyon jó volt. Nekem egyébként az ilyen születésnapos cuccok, azok úgy voltak, inkább az egyetemre tolódtak már át, és akkor így tényleg így Uh, ott azért annyira a birkó még nem volt ugye jelen, mert akkor később lett így be a, a írással, meg mindenem, Bár, bár írni már akkor is írtam róla hogy keveset. Nem sokat, keveset. Uh, szóval ott ilyen inkább ez tényleg ez a, hát az egyik csoportársnak volt az a nedves álma állandóan, hogy ő ilyen szuper nagy egyetemi bulit akar szervezni az egész évfolyammal. Ugye azt kell tudni, hogy én az ELTE btk jártam töride az, ami meg az egyik legnépesebb szak az eltén, ugye 190, nem tudom kezdtünk, 197-en azt hiszem. Szóval neki az volt a fantáziája, hogy egyszer csinálj egy olyan bulit, ami, ami tényleg 100 fölött lesz, és így a, a, hát a késő téli, ugye január közepi, január végi farsang buliból csináltunk mindig per születésnapi bulit is, és akkor ilyen, tényleg ilyen 100-120 főkkel, meg 130 főkkel csináltunk bulit bent a belvárosban, meg fönn egyszer egy, fönn a hegyen az egyik szállodában, szóval egész jók voltak. De annyira nem, nem volt birkó témája abszolút. Igen, bárkinek a korai időszak, amit doktor még csak halomásból indő, ismer, de megijeszti. Igen szóval a bulizós bártfi az így teljes egészében kimaradt az életemből. Úgy, mint az alkoholt fogyasztó bártfi, meg a többi ilyen, több ilyen vonal. Hát na, egy valami nem maradt ki, azt azért na. Ugye? Azt nem maradt ki. Már mint. Bú! Ja, ja, igen. Igen, mert azt az egy szokásodat megtartottad. Azt meg az megmaradt. A többi az eltűnt valahogy, igen, úgy fél utan, de az megmaradt. Hú. Hát nagyon jó srácok, 20 perce mesélünk nektek a kis életünkről, meg arról, hogy milyen dolgok történtek benne. Teddy ez nem félreértető, ez pont az. Hát attól függ, hogy hogyan értelmezed. Igen, de mindegy. Mm, Mármint, no. hogy így tisztázzuk, nem kettőnk között a vú, hanem mm. Baxi és harmadik személy között a vú. <laughs> There is nothing, nothing wrong with that, de nem. <laughs> Én mondtam, hogy szorító extrás lesz, de vittedek nekem. Figyelj, be most legalább nem pornózenékről beszélgettünk. Így van, frances. olyan is volt, srácok. Így van, a Trash Talk utáni szorító extraban előfordult olyan, hogy pornózenékről beszélgettünk. 70-es évekbeli pornós zenékről. Így van. És be is raktunk őket Youtube-on egy motoros, ankkos adásba. Yes! Ú, Istenem, fú! Te de ez rajtunk nőttél föl, ne csodálkozz ilyen nekem, meg HCV-m. <laughs> Bam, csika, wow, wow. Ugye? Na, van még jó hírem is, rácok. A feliratkozóknak, akik Twitch-en feliratkozók, elkészültek a kis jelvényei. Egy hónap után bronz, egészen hat hónapig, aztán hat hónap és egy év között ezüst, aztán pedig egy év után aranyban tündököl majd a kis feliratkozó Jelvényetek. Ezen kívül majd később lesz még kiegészítés hozzá, hogy attól függ, hogy milyen szinten fogtok feliratkozni, de nem hiszem, hogy 20 dolláros feliratkozónk lenne a közeljövőben, de elképzelhető. Elmondhatom a gonosz dolgot, ami eszembe jutott a, ennek a kapcsán, amikor mesélted délelőtt. Az, hogy főslegesen dolgozom, és nem fogja senki használni? Voltak éppen igen, csak egy idézet által. De jó, oké. Okay. Az jutott eszembe, amikor Tony Schiavoni azt mondta, hogy that will, some, that will put some butts in the seats. <laughs> ez aztán segíket rak majd a székekbe. Ugye, ha valaki nem ismerné a sztorit, ez 1999. január 4-e, hogyha jól emlékszem, az utolsó alkalom, amikor a nitro reális esélye volt legyőzni a WWE Róta nézettségben, mert egy Nes Goldberg visszavágóval reklámozták az adást, a túloldalon pedig egy előre felvett van a WWE részéről Mankind, azaz Mick Foley életében először megszerezte a világbajnoki címet, és mivel ugye ez egy előre felvett adás volt, ezért Eric Bischoff politikáját követve bemondták az eredményeket előre a Nitron, ami természetesen élőben ment, és Siavoni, a WCW akkori vezető kommentátora, még hozzátette Menkát győzelmihez ezt a legendássá vált mondatot, hogy ez aztán jó sok segget majd a székekbe, és ugye abban a pillanatban, hogy ezt kimondta, hogy mintegy másfél millió néző átkapcsolt a nitro right a Róra. Az, az, most máig a, Birku Birkó az egyik ilyen, ez ilyen híres utolsó mondatok szintű kár. Igen. Igen. meg a legendás and never mentioned again. Igen. Marha jó történet egyébként. Csak ugye kicsit ugye a hit, történelem itt is felüti a fejét, mert nem bisofék voltak az elsők, akik elszpoilerezték azt a menkány dövnyerést 99-ben, hanem konkrétan a www.com kirakta főoldalra azt, hogy Fóli lesz a bajnok már az előző héten. Hát na, bejött. De... Ez a szerencsés véletlen, amikor bejön ez most kivételesen igen, bejött. <laughs> De általában nem szokott bejönni. Na, és miért nem néztünk fulgért? Azért, mert ugye a doktor születésnapja volt, és nem akartuk ebben traktálni ma egyrészt. Másrészt én még nem találtam rá időt a mai skedülben, kicsit rohanós lett a mai nap, szóval így nem fért bele. Egy négy órás PPV. Megint aludtál? Nem, most kivételesen nem aludtam. Fönn voltam már fél hétkor az nem zárja ki, hogy délután aludj. Ja, nem, most nem aludtam délután, filmet néztünk. <laughs> nem, igazából szó sincs erről. Én azért nem álltam neki a full -nek, mert egy négy órás PPV-t nem voltam biztos benne, hogy meg tudok nézni félbeszakítás nélkül. Ugye arra számítottam, hogy ma a kommentátori munkám is lesz majd a ACV részéről, csak aztán ez délután kiderült, hogy holnap délelőttre fog tolódni, szóval holnap délelőtt fogok kommentálni, és nem ma és amikor ez így kiderült, akkor már nem akartam leülni, full nézni. Egyébként a kárt kifejezetten ígéretes volt, szóval igazából az Orange Cassidy meccset leszámítva, meg a női bajnoki cím leszámítva, minden mérkőzés érdekel valamennyire a kárdról, be fogom pótolni, természetesen holnap megnézem, még úgy is, hogy az internet már elszpoilerezte azóta nekem a legtöbb meccsnek a kimenetelét, de, de természetesen meg fogom nézni az All PPV-t majd holnapi nap folyamán. Még egyszer mondom, tényleg a legtöbb meccs érdekel a kárdról. Te néhány szó, a Discordon is volt egy jó kis csevegés a HCV-ről, szóval nyugodtan kérdezheted? Lehet a kérdezni. Doktor. Lehet kérdezni, majd bárki malmozik az ujjaival, vagy pofákat rág. Igazából mind a kettő tök jó ugye a háttérben. Vagy szerez egy öngyújtót, és ő kezd el fákjázni. Gyufám Mint a én szoktam, van. a legkunf alatt. De készfertőtleníthetsz is, az is bejött kifejezetten a szerdai adásban. Az nincs szószon van izéval, csipszel. Szalszaszószal ne készfertőtleníts, ez nem jó buli. Pláne tudom utána belenyúlsz a szemedbe. Tudományosan nem bizonyított. Micsoda! Té. Az, hogy nem jó az, az a koronavírus ellen. Gepárd, nem tudjuk, tudom, mert mi... nem láttuk a fullgírt. épp arról beszéltünk, hogy egyikünk se látta a fullgírt. De valószínűleg lett volna akkor izé akkor már felrobbant volna az internet. Igen, és akkor muszáj lettünk volna róla beszélni. Hajjaj! Kaptál komoly kérdést? Igen, látom, hogy mit szólok a rumble -höz. Hát, srácok, a Rumble második fele kifejezetten tetszett. Az első felében érződött, hogy most a, a pandémia, a határzár és a sérülések miatt és szűkös a ACV rossz tere, tehát olyanok is bekerültek a, az utolsó emberigre a Rumble mérkőzésbe, amelyek mondjuk nagy gálán nem biztos, hogy benne lettek volna, de most ebben a helyzetben lehetőséget kellett kapniuk. Próbáltuk arra használni, hogy épüljön egy-két karakter ez alatt, de tény, hogy a Rumble második fele lett szerintem izgalmasabb, én kommentátorként egyértelműen a második felét élveztem jobban. Dice-szal kapcsolatban az az érdekes, hogy Ugye amióta ismerjük a jó Chris Dice-ot, amióta ismerjük a, 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 őt, ő minden minden héten, minden hónapban azért nyavajog, hogy hír szeretne lenni. Tök mindegyéppen hol tart a karrierében, mit csinál, vagy mit nem csinál, neki ez a fixei dája, még akkor is, hogyha az egész közönség szereti őt. Szóval biztos vagyok benne, hogy pályafutása átralévő részében lesz még belőle hír, mert ki fogja lobbizni magának, hogy ez most konkrétan meg fogja történni, azt nem tudom, és most nem csak kamuzok, srácok, hanem tényleg semmiféle belelátásom nincs jelen pillanatban a HCV kreatívba, én nem is nagyon beszélek senkivel a tervekről, úgyhogy itthon vagyok, közvetítem az adásokat, és annyit látok belőle, mint amennyit ti. Úgyhogy, úgyhogy majd elválik, hogy mi fog történni de Bartfű bolykottál minket, szóval lehet, hogy áttérünk más témára. Nem is. Nem csináltam semmit. Nem jó. Kicsit vissza. Úgy. Na, Most csak jó. Csak, úgy, dönt, úgy, döntél úgy döltél hátra, mint az egyszeri bunkó utasa repülőgépen. Így van. Na, hát most ebben nincs semmi probléma. Kicsit nem jó közeledett, mint szoktam. Na, most te jó. Leestünk visszaesett. Na, hol tartottunk? HCV Rumble. Nem láttam, nem néztem HCV tervéket a tavalyi véres november óta. Magyarul egy éve. Semmit. És le vagyok iratkozva mindenről, srácok. Mindenről. Itt vagyok. Ha renegéd néz minket, örül lehet. Nem beszélünk hcv ről Én Csak most Te pozit pozitívan, persze. Hashtag <laughs> Hilbárt, ez nem ilyen, akkor anyázni is egy kört. Oké, okay, érkezett arra vonatkozó kérdés, hogy szerintünk hogyan fogják elbúcsúztatni Tékert a Survivor Series-en. Mondd el hát nekik srácok... azt, amit első gondolatod volt, és elküldtél nekem. Igen, tehát srácok, mi még arra is látunk esélyt, hogy ez a bizonyos búcsúztatás az arra fog szolgálni, hogy setupolja Téker meccsét a következő wrestlemania <laughs> Vince nem engedi el az öreget kapaszkodik belé így két kézzel, így, 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 Nem mész sehova, szükségem van rád, nem mész sehova. Hát ugye kiderült az, hogy a Last Ride végén Téker definitíven, konkrétan ki akarta jelenteni azt, hogy visszavonult, és Vince nyomására mismásolták el ott a, a bejelentést az adás végén, hogy soha nem mond, hogy soha meg ilyesmik és igazából azóta gondolkodtunk azon így bárfival, hogy vajon Vince ezt, ezt azért akarta, hogy mindenképpen nyitva hagyja a dolgokat, vagy pedig Taker seggét akarta védeni, hogy ne, hogyha Netán mégis visszajönne, akkor ne csináljon segget a szájából, ha egyszer már kimondta, hogy visszavonul. Nem tudom. Ötletem nincs. Ezt a mai napig nem tudom eldönteni magamba ezt a kérdést, hogy melyik az igaz. Vagy pedig ugye Vince a jó üzletember ki akarja maximálisan hozni belőle a pénzt, amit most egyelőre nem tud megcsinálni, mert ugye nincs közönség. És azért, ha téker visszavonul, az, az money. Hát nem tudom, srácok, szóval nyilván benne van a pakliban minden, de a legkevésbé se repülnénk meg, hogyha ez az egész Survivor Series success valójában nem arra szolgálna, hogy ilyen 30 éves keretbe zárja a tékernek a pályafutását, hanem valamit elő akarunk készíteni vele. Ja. Ha, ha ez történik, is lepődjetek meg rajta. De Tudjátok. persze, lehet, hogy meglepnek minket, és Téker ellovagol a naplementébe egy kis promózás után. Tudjátok, srácok, a wrestling olyan, hogy minden igaz, és annak az ellenkezője is. Szóval soha az életben nem fogjuk tudni, hogy mi az, ami így volt tervezve, mi az, ami impro, és mi az, ami csak a fejükből pattant ki. Téker azt hangoztatja folyamatosan, hogy nem akar a saját karikatúrája lenni, de most már egyre jobban kezeldünk abba az cuccba. Imádom az öreget, imádom látni, de azért amikor a Rumble-be is megjött, akkor is szuperfosul nézett ki, akkor utána volt pár alkalom, amikor szintén szuperfosul nézett ki. Azt 17-ben volt. Hát jó, igen. A izé az egész jól nézett ki, ugye, az Extreme rules mecs, meccs, meg a színás cucc, ugye a Goldberges es cucc az katasztrófa volt, a cinematic meccs meg cinematic meccs volt, szóval nem tudom, srácok, én, én is elküldem már az öreget pihenni egy kicsit, hogy tényleg meglegyen a, a méltósága annak a visszavonulásnak, és ne pedig egy kinyúlt pólóban birkózzon, mint egy másik fekete ruhás ember most impektes stingre célzol? Így van, impact, impactes stingre gondolok. A kinyúlt jokeres pólóban birkózunk, ami Lukas is. <laughs> Fuck you, Borden. Ne bánj már stinget. Idióta. Sting a wrestling világ legnagyobb idiótája. Miért? Hát mert nem jött át időben, hanem helyette a tihenében bohóckodott. Ő boldog volt vele. Akkor meg legyen ott boldog. Akkor meg ne bánja meg. 60 van pluszor sting is. És? Hát csak mondom. És most hogy jön ez ide? Hát, hogy ott boronálják össze a izéval egyébként. Nem fog menni az All Elite Wrestlingbe birkózni, adjuk már ezt a hülyeséget. Akkor visszamegy tiénézni. Sem semmi értelme nem lenne. Most, a, bir, ugye, a birkózók vagy. nem arról híresek, hogy az értelmes megoldást választják. Ezt te is tudod. Dolgoztál eleget velük, ismered őket. Sting nem fog birkózni az All Elite wrestlingben. Ezt most itt leteszem az asztalra. Jó. Most kurvára meglepődnék rajta, hogyha ez bárhogy máshogy lenne. Ebből valaki csináljon klipet, és mentse el. Jó. <laughs> Kodi nem olyan hülye, Kodi. Simán. Kodi teljesen meghűlt, amióta a hatalom van a kezében. No reaction. Mit reagáljak rá? Kodi visszakapta a nevét. Ugye? Na, no, tényleg arról beszéljünk. <laughs> gyönyörű bürokratikus húzavona után. Így van. Mert ugye egy... a wwe tíz éves joga volt a Kodi Rhodes névre, ami tavaly lejárt, és ezek után van egy hat hónapos időszak, ami alatt elvileg a WWE megújíthatja a trademarkot. Na most ők ezzel a hat hónap alatt nem éltek, amikor lejárt, akkor Kodi bejelentette rá az igényét, Közben aztán a WWE is pár hónap késéssel rájött, hogy ja, hát erről lecsúsztunk, és ők is még egyszer megpróbálták beújítani az igényt. Aztán Kodinak az igénylését visszadobták valami bürokratikus hiányosságra hivatkozva, aztán az egészből az lett, hogy a VVE végül visszavonta a saját kérelmét, és azt mondták, faszunk az egészben jó van, Kodi lesz a név és kész. Ah. és Kodi ugye még azt mondta, hogy nagyon örül ennek, és hogy újra használja nevét, de az nem biztos, hogy a wrestling világában az All Elite Wrestlingben is használni fogja. Ehhez képest úgy olvastuk, hogy a Fulgir PPV-n óriási nagy csinnadrattát csináltak abból, hogy Kodi ismét nem e csak, jelenhet meg. Nem csak, hogy olvastuk, én láttam is a szegmenset reggel a Youtube-on. Kodi, ugye, ugye Justin Robert szokás szerint kitartotta a rócot, Kodi meg széttépte a pólót, meg mindent. <laughs> Ez volt. <laughs> Valahogy holnap megnézem ezt is. Igen, szóval Kodi újra hivatalosan róc lehet, vagyis ezt az ügyet eltehetjük aludni, mindenki boldog, és... És a gonosz elnyomó vévéje -el vesztett. <laughs> Nézd, őszintén szólva, már ez az egész húzavona tovább tartott a keleténél. Kodi legyen róc. Nem oszt, nem szoroz a dolgok nagy képében. Nem ettől lesz nagyobb dró az All Elite Wrestling. Ez csak egy ilyen kicsit ilyen kicsinyeskedés volt, szerintem. Te Persze, hogy az. Fasz is kérdés, hogy szokott lenni a bizniszben. Az. Szóval most már Kodi Rócz van, és hogy lehetünk boldogok tőle, ezzel megoldódott a Birkó biznisz minden problémája. Ez nyilván szarkazmus, de, de egyébként örülök annak, hogy, hogy teljes néven birkózhat. Én, én a sima Kodi nevet soha nem szerettem. Szóval annál még azt is jobban szerettem volna, hogyha a polgári nevén birkózik, mint Kodi az. Egy fokkal jobb lett volna, igen. Vagy csak de simán ugye... The American a szerbusz. De ugye ez már, ez már megoldódott, úgyhogy, úgyhogy nem, téma, nem téma a továbbiakban. Figyelj, Norbi, ez szimplán üzlet volt, egy bejegyzett védjegyük a névre, most nem fogják feladni azért, mert hogy Kodi busan távozott a szervezetből. Szimpla üzleti taktika. Kész. Ha, ki, a, ki ragaszkodunk ahhoz, ami a miénk. Idézőjelben a miénk. Vagyis hát inkább fogalmazunk, hogy jogilag a miénk. <Sz> Így van, tehát Daniel, szóval most már mehet a fővért. Technika legmár nem Kodi. Az egy jó tieni shit lenne, ha emiatt Kodi mehetne a fővért. Fú, gyerekek, az mekkora a sztori, hogy nevet változtatsz, és ezért a korábbi stipuláció érvényét veszti. Kurva jó! Ruszó miért nem gondolt erre soha? Nem, nem. Fú, de jó. De jó, az abszolút ilyen 90-es évekbeli dapsi shit, 2000-es évek eleje. Megváltoztatom a nevem, és akkor mehetek az őért. Fú. Jó, igen, a Viagra on the pole semmi nem veri, srácok, azt én. Azt én. Szerintem a Taviszi 2000-ből minden adásról lehetne levonni valamit, ami aztán üti egymást. Ah. a legdurvább kreatív ötlet színéért. Igen, a Judy Bell a forlift Aki azt még nem látta, srácok, menjen el a networkre és nézze meg. Az, az srácok, bakker, a leghülyébb ötlet, amit wrestlingben valahogy csinált ember, fölrakják Buff Bugwell anyját a targoncára. A villás targoncára. Nagyon jó. Szerintem nagyon sok hülye, hülye ötlet volt a birkózás történetében, és baromira lehetetlen sorrendet fölállítani közöttük. Na, no, no. hát na. No. Tehát Danielson mondja, hogy a három 2 baszás se volt rossz. Röhögni fogtok, de nekem azzal a meccs típussal, a triple cage önmagában nem volt akkora gondom. Overbookolt koncepció, persze, tehát túl van írva az egész cucc, de hogyha jó vörkereket raksz bele, alapvetően lehet belőle egy látványmecset csinálni. Most ugye az más kérdés, hogy minden idők egyik legrosszabb filmjéből, ha a szorít a szorítóba, vagy a Reddit Rumble-ből merítették, amely film egyébként nagy kedvencem, imádom, annyira elborult a nagy hülyeség, hogy muszáj látni minden birkórajongónak legalább egyszer élete során. <tos> <tos> é, viszont, ha magát a Triple Cage meccset megnézzük, Arkwettet kiveszed, kiveszed, belőle, David Arquettet kiveszett belőle, és akkor az DDP meg Jeff Jarrett között az egy jó meccs. Tehát amit az első ilyen Triple Cage-be lenyomtak talán a Slamborin 2000-ben, DDP és Jared kifejezetten jól vörköltek egymással. Az más kérdés, hogy Arquette is ott balhaszkodott benne. Persze. Nem sok, nem sok fizet zavar, de aztán elsőként jutott, be, jutott fel a harmadik ketrec szetejére, ahol hirtelen lehasalt, mert rájött, hogy tériszonya van. És aztán minden ok nélkül megtámadta a barátját DDP-t, és Jared lett a bajnok, és akkor Arkvet a képen elveszítette az övet, az ott együtt ünnepelt vele. Öh, Istenem. Jó, jó volt. A Death of WCW az egyik legjobb wrestling könyv, amit valaha írtak, srácok. És azt hiszem, még mindig R.P. Tysonnál van. Aki visszavonult, úgyhogy nem tudom, hogy a francba fogom visszaszerezni tőle. Figyelj, a birkózói, látod velem, jó jártál, én nem loptam a birkós könyveidet PG meg uh, R.P. igen. RP technikailag nem tőlem lopta a birkókönyvet, én azt tizének Galgóci úrnak, Éden Korteznek adtam kölcsön, amikor anyagot keresett a birkó témájú szakdolgozatához. Csak aztán ő visszavitte a dojo és elvitte más. És aztán azt hiszem második vagy harmadik kör után Árpinál kötött ki a dolog, aki, aki visszahozta volna őket az egyik nyári underground tépingre, de E, arra én nem mentem el, és a vendetta előtt meg elfelejtettem szólni, hogy hozza a cuccokat. Nagyon jó. És azóta visszavonult. <laughs> szóval Soha nem fogod megkapni. Soha a nem. Death of WCW van szerintem nála, a Rise and Fall of ECW is nála van, és a Bishop Controversy Creates cash -e is nála van. Magyarul a hát, három legjobb könyved. Magyarul, hát ezeket eredetileg Galgóci úrnak adtam, hogy készüljön fel belőle a szakdolgozatára ja. amit egyébként én lektoráltam, és citálva voltunk benne. Ja, 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 konkrétan ránk van hivatkozva benne. Hivatkozások voltunk egy szakdolgozatban, ez a hírnév, srácok. Tudod, hogy elértél valamit. Hát tudományos körökben is akkor vagy valaki, a könyvedet hivatkozzák, szóval mondhatjuk igen. Lerektorálnod kéne a wrestlinges cikkeimet még mindig. Még mindig nem tetted meg. Melyiket? Hát, vagy ötöt. Az izét megcsináltam a pankráció magyar történetében. Azt igen, de a másik három pankráció történetét azt még nem, a negyediknél le vagyunk állva. Azt hiszem. Esküszöm, nem tudom. Hát Götzmeister szerintem nem lehet megtekinteni ezt a szakdolgozatot sehol. Nekem már biztos nincsen meg. Az elveszett ott a gép átpakolások közben meg nem is lenne feltétlenül idomos tőlem, hogyha valaki másnak a szakdolgozatát az engedély nélkül közzé tenném. Mm. Hát az, az egyetem, szóval, egy, az egyetem könyvtárában eltávol egy el lehet érni a különböző szak, szakdolgozatokat, de az az egyetem hallgatójának kell lenni. is a tudomásom szerint. Én a dulce Sprachdiplomot, diplomot, tehát a német, nyelvdiplomát, amit felsőfokú nyelvvizsgára lehetett átalakítatni, arra választottam a wrestlinget témakörnek. Úgyhogy marha jó volt, mert gyakorlatilag bevittem magammal dia képeket, pontosabban a képeket diavetítésre, és hát ott ugye a, vizsgáló, a vizsgabizottság előtt mutogattam olyan képeket illusztráció gyaránt, ahol mikfóli Fóli a tékerelni cellamecsében a rajszögekben fetrenk. Erre nem mondok semmit. Nagyon sok mindenről beszéltem egyébként. Ú, tudod, mennyire ki voltak akadva a pengézéssel, amikor elmagyaráztam nekik, hogy hogyan véreztek a virkózók? Az, azon az emberek 90%-a kiakad, amikor elmondom nekik. Ez az, ne, az, lepő, egy, hogy az, meg egy marha, az, az, egy az, egy marha jó cucc, hogy borotva pengével vagdossuk a homlokunkat. Én mindezeket a dolgokat előadtam a vizsgabizottság előtt, és kurva jól sikerült. Életem legjobb német nyelvű felelete volt, amit ott lenyomtam, és, és utána az osztályfőnököm külön megdicsért. Az az osztályfőnököm, akinek egyébként csesztem előre anyagot készíteni a birkóról, hogy fölkészülessen kérdésekkel, és azért jobb hián neki állt eurósportos impactet nézni, mert akkoriban még az ment, az eurósportos impactre odakapcsolt, hogy, és, és megnézett azt hiszem egy teljes műsort, hogy rá tudjon kérdezni dolgokra. Mert ennyire jó fej volt az ofőm, aki ugye egyben a német tanárom is volt, és bent volt ezen a, ezen a csodálatos vizsgán. Igen, az az, Imádtam. az időszak. Imádtam Madrid, kurva jó fej volt. Az az, idő, az, az, időszak, tehát én szóval, amikor olyan voltak a kommentára. Az, Igen, az az opá Robert volt még vörös Csabinak az első társa aki egy ilyen slamnél közölte hogy hát ő így lebaszta oda. Csabi <laughs> erre már mondta hogy jaj, jaj, jaj <laughs> szép volt őt váltotta le aztán az ifjabb perutek János ja. Csabi oldalán régi szép idők az mindig jó, az Eurosportos izé, this week meg a Vintage Collection az mindig jó Hát és még előtte, amikor még Impactet közvetítettek. Az de, nagyon de az... jó volt. Fú, amikor Bakkerizés meccs volt, jaj, valamelyik ilyen nagy ketreces meccs is volt, arra emlékszem. Jó Impact. Hát én nem tudok róla, hogy bárhol elérhetőek lennének, de igen, azok a régi aranyköpések megvannak, vagy még az első adás, amit Várhegyi Ferenc közvetített, mert ugye ő, közvet, ő volt a rezidens küzdősport kommentátora akkoriban az Eurosportnak. Ő közvetített autósportot, meg minden ilyen cuccot, és, küzdő, és boxot, meg szumót, meg ilyeneket is, és berakták a pankrációra, és, és szerencsétlen ott a röhögött élő élőadásban azon, hogy mi történik az Impactben, meg ő, ő neki köszönhetjük azt, hogy James Stormot elnevezte Vihar Jánosnak, mm. Amiből Nick név lett a fórumom, ugye? Várhegyivel egyébként találkoztam, amikor 2010-ben voltam egy adást közvetíteni az Eurosportnál. A kommentátor fülkében beszélgettünk egy órát Vörös Csabával, mielőtt elkezdődött a műsor, és Várhegyi befordult köszönni, és amikor meghallotta, hogy a pankrációról zajlik közöttünk a szó, azzal a lendülettel ki is fordult a szobából, és távozott. <tosz> <tosz> jó volt az is. Az mindig jó volt. Gepárt az egy rettentően nagy vita a wrestling közösségben, ma is egyébként, hogy, hogy ártott-e vagy használta -e az egész magyar pankrációs ügynek a viozhatós tudsz. Szóval elég sarkos véleményeket hallottam már ebből kapcsolatban, hcv évén belül is. Szóval. Ez... Én uh... szerintem annyi rajongót teremtett a bankrációnak, mint az elmúlt fél év században semmi más. Abszolút egyetértek ilyen szempontból. Úgyhogy én, én nálam inkább pozitív az összkép a viaszadhattal kapcsolatban. Á, az... <laughs> Lehetett volna persze jobban is csinálni, de jót akartak alapvetően. É, szóval az az más kérdés, hogy hülyén sült el bizonyos dolog. Néha, néha a cringe faktor volt, ez igaz, de de szerintem rengeteg rajongót teremtett Magyarországon, és és ezt nem lehet elvitatni tőlük. E, Norbi nagyon sok elitista gondolat volt akkoriban, szóval emlékszem rá a fórumon is, meg aztán utána még később, 2013-ban a rádióban is, hogy, hogy a, a korábbi bagázs között volt egy nagyon-nagyon komoly elitizmus avval kapcsolatban, hogy fú, hát ők, ők, ilyen kizé, kizé, ilyen nem igazi rajongók, csak jöttek kizé, ezt el fognak tűnni. Igen, emlékszem, a, a Wrestlingen külön, külön nyerserős fórum részt nyitottak, mert hogy nehogy rászabaduljanak a nyerserősök a rendes fórumra. Ja. Borzasztó elitizmus volt ezzel kapcsolatban, de én csak magamat tudom ismételni. Szerintem a Viaszat 6 több rajongót teremtett itthon a wrestlingnek, mint bármi más az elmúlt fél évszázad. Úgyhogy én, én abszolút pozitívan tekintek erre, még akkor is, hogyha bizonyos részei tényleg ilyen, ilyen kringsik voltak, mondjuk a mozdulatneveknek a fordítása, a rántott virsli meg ezek nyilván, de sokkal rosszabb helyzetben lenne itthon a birkó, hogyha az nem lett volna. Abszolút, abszolút. Úgyhogy én, én kifejezetten örültem neki, én ugye írtam ilyen adásriportokat a nyerserűnek a honlapjára, amennek kiváló látogatottsága volt, cikkeket is írtam arra a honlapra, te aktívan kommenteltél ugye arra a honlapra, szóval részei voltunk annak a, az, az egész folyamatnak nagyon sokáig, és ez abszolút pozitív. Tehát az, hogy ugye volt a Kabai Zoli, a Viaszathatnak a Viaszat az akkori programigazgatója, aki látta ebben a fantáziát, azt mondta, próbáljuk meg, hagyta magát rábeszélni arra is, hogy a PPV-ket is vegyük meg, Szóval, szóval, nagyon sok mindent köszönhetünk szerintem a Diasz Így van, nekem van ott a legtöbb kommentem. Vagyis hát volt, mert az oldal már nem létezik, mert KVB kihúzta a dugót pár évvel ezelőtt. De ja, nekem volt a legtöbb hozzászólásom. Konkrétan. Szóval, ja. Nagyon, nagyon, én egy nagyon fontos csatornának és egy nagyon fontos izének tartom, és nagyon sajnálom, hogy ez hiányzik. Abszolút hiány, látszik minden számon, amit produkál a birko hcv leszámítva itthon, hogy mm, iszonyatosan hiányzik a vizadhatnak az inputja. A weboldal konkrétan, srácok, vegetál, szóval konkrétan életben maradás üzemmódba kapcsolt. A podcast egész szépen teljesít, amikor csinálunk valamit rajta, de nem olyan robbanásszerű a számnövekedés, mint mondjuk volt, amikor volt a vizadhaton. Mármint a podcast akkor még nem volt persze, de értitek, mire gondolok ebből ki. Hm. Azt írja az egyik hozzászólónk, hogy náluk általánosban a pankrációt még szót se lehetett kimondani. Ez, ez érdekes dolog, srácok, mert nekem soha nem volt abból bajom gimiben, hogy pankrációfan vagyok, és ezt tök nyíltan fölvállalom. Engem amúgy is mondjuk ilyen külön csodabogárnak tekintett mindenki az iskolában, szóval szerintem mondjuk még az imázsomhoz is hozzátartozott, de például sokan, akik ismertek, ők meglepődtek azon ugyan, hogy én ilyesmit nézek, mert alapvetően egy több békés srácnak ismertek, aki nem ilyen erőszakos műsorokat kéne, hogy nézzen, de inkább kíváncsisággal fordultak felém, meg a, a, a dilieim, meg az elmebajaim, miatt, mint sem ellenszemvel. Szóval, szóval igazság szerint egy ilyen, ilyen díszkülönce voltam az osztálynak, ezzel a pankráció rajongással, meg az összes többi hülyeségemmel, akit, akit ott gimiben nem bántott senki. A, az én buliaim azok általános iskolában kimerítették magukat, gimiben egy se jött át. Úgyhogy, a gimis éveimet kifejezetten élveztem, és még a pankrációt se tudott belerondítani. Sőt, egyébként nagyon sok mindenben partnerek is voltunk, voltak egyébként az osztálytársaim. Például csináltunk osztályszinter undertékeres bevonulást, amikor téker zenéjére vonult be az egész osztályom a tornacsarnokba, ott is ilyen gyertyákat meg mécseseket kurcolva. Úgyhogy, úgyhogy, ez, én ebből a szempontból egy abszolút királyosztályom volt nálunk sem. Jó, nem úgy volt rajongás, mint a sokaknál, meg amikor ugye, hát az 2009, ugye 2008 ig amikor elkezdtem nézni, akkor már azért elég, elég nők voltunk, 16-17 évesek. Volt egy srác, hogy ő Kanadában született és nőtt föl a magyar szülőktől, szóval ő azért képben volt. Hát, ugye, ha Kanadában nézel, akkor valószínűleg nézte egy gyerekként Birkót, szóval az eléggé képben volt, elég sok minden nevel, sokat beszélgettünk róla, de egyébként nem volt gáz, abszolút. Az egyetemben meg abszolút mindenki érdeklődéssel kezdett el amikor elkezdtem róla beszélni, hogy mennyire érdekes, hogy egy ugye egy járó úriember, ember, hogy hívják, hogy néz, Birkót néz. Szóval abszolút kíváncsiak néztek, és megnéztek, hogy mi ez. Meg emlékszem, voltunk úgy sörözni az ördögben a Deákon, hogy ment a kivetítőn, ugye, hogy hívják, az Eurosport. Olyan, olyan, velem is volt, marha jó sztori, az 2012 volt, amikor a lakótársam egyben gyerekkori legjobb barátnőm másnap vizsgázni készült. urál lett rajta a vizsgadruk, és ezért este tízkor kitalálta, hogy szóljunk a többieknek, és menjünk el kocsmázni. Mert ugye akkor még csináltunk ilyeneket fiatal emberként, hogyha este tízkor eszedbe jutott, hogy elmész kocsvázni a másnapi vizsgálat előtt, akkor elmentél kocsvázni. Mentünk, ugye kocsmából? Nem Mentünk kocsmából vizsgázni reggel, szóval nem volt ilyen probléma. <laughs> Úgyhogy kivonultunk oda a keleti pályaudvar környékére egy kocsmába és ott is Eurosportos VVL ment, és mindenki ki volt bukva, mert Sean Michaels és Kurt 2005-ös Vengeance-es meccse ment a, 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 tévében, én meg azt kommentáltam végig, miközben a többiek sörbe folytották az emiatti bánatukat. Hát én, nekem, is volt ilyen, csak nem, nekem nem volt sörbefolytás, meg ilyenek, mert mindenki elkezdte nézni, szóval ilyen probléma nem volt. Szóval, szóval, szóval abszolút, abszolút jól működött ez, 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 ez nálam, és, és én tényleg azok közé tartoztam, akinek soha nem volt semmiféle baja, soha nem csúfolták azért, mert pankrációt néz, soha nem gúnyoltak azért, mert pankrációt néz. Az osztálynak az a része, akivel nem voltam jóban, ők csak az iránt érdeklődtek, hogy lehet-e fogadni a pankrációra. És amikor tudták, hogy nem lehet, továbbiakban nem érdeklődtek a... <laughs> az, egész, az egész iránt. Nem, uh, nem lehet. Külföldön lehet. Külföldön lehet, igen. Yeah. Ami egyébként elég furcsa dolognak tartok. Én mai is ma napig. napig. <laughs> de, 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 de tényleg, szóval ez, ez, ez nem volt egy ilyen egy ilyen szégyen teljes dolog. Lehet, hogy én jártam jó suliba, meg nekem voltak jó barátaim, akik előtt nem kellett kifejezetten szégyenkeznem. Egyébként azt is megcsodálták már így gimi vége felé, amikor olyan környezetre került a sor, ahol alkohol is folyt, hogy eljátszottam az ICW s sandman vagy vagyis szétvertem a fejemen a sörös dobozt. Igaz, hogy nem véreztem tőle, mint Sandman, de, de, de csináltam ilyet konkrétan az osztályfőnökünknél a szerenátozós esténken ezt eljátszottam, mindenki, az egész osztály szeme láttára, hogy a doktornak is voltak fura időszakai. Jaj. <sínt> jó, mi? Mindig jó. Jaj. <sínt> nagyon jó. Hát a, a izer emlékszem, amikor csopoltuk egymást páran, az előfordult, de az egyetlen volt, és be voltunk nyomva. <sínt> Kikét. Kik. Az olyan előfordul. A HCV és After Party Gromeli <sínt> beszéljünk, kutya. <sínt> Jézus, Legendár... Mond. Amikor egyszer kitalálták, hogy tartsunk olyan HCV karácsonyt, amire eljöhetnek a fanok is, valamilyen ilyen mexikói oh. kojádában, vagy kocsmában, <laughs> vagy mi a francba <laughs> rendőrvény. <laughs> És, és, és elkezdték a, az izéket, a skúrosokat, a, dodge, a tanoncokat szarán csopolni. És két lányismerősöm eljött kíváncsiságból, és ott ültünk egy asztalnál, miközben egy méterre tőlünk így lilára ütötték egymás melkasát, és emlékszem, hogy ott ültek, nézelődtek, malmoztak, hogyan tudnánk eltűnni innen nagyon gyorsan, anélkül, hogy bírből sértődés lenne, hogy gáztak néznénk ki. Úristen. E, hát az, csak annyit jegyeznék meg, hogy abba az étteremben sem mehetünk vissza soha többet. <laughs> Mint a legtöbb étterembe, ahol hát szövé karácsony volt. Azt hiszem egy helyre mehetünk kétszer, de... <laughs> nem, soha többet nem vissza. Sőt, ráadásul még botrány is lett, mert eltűnt néhány maszk, úgy emlékszem. A <gül> <gül> A, 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 helynek a gyűjteményéből, amit nem tudom, hogy kivittel valószínűleg nem mi, mert ott mászkált rengeteg ember, de, de, de nagyon, nagyon jó pofa volt. Szóval, szóval nem láttak minket utána szívesen ezen a helyen. Többi tovább. Gepárd ott, igen, ott a sen van a hangsúly. ott a sen. A legtöbb helyen, ahol a HCVR, ez általában így van, hogy egy idő után nem voltunk szívesen látott vendégek. Különösen ahol alkoholt is lehet fogyasztani. Igen, ez, ez általában. Ahol nem, az még viszonylag rendben van. Eh, ott csak fél év után mondják azt, hogy köszönjük szépen, nem kérünk a bagásból többet. De igen. Hát, na. Teregetjük továbbra is a HCV-szennyesét. Ugyan már, birkózók. A birkózók ja, mindenhol ugyanilyenek az egész világon. Ugyanezeket a sztorikat meséljük az amerikai birkózókról is. És igazából, amikor mi egyre több ilyen sztorit hallottunk az amerikai birkózásnak, a színfalak mögötti dolgairól, meg a birkózóknak a magánéletéről, hát emlékezzél rá, hogy évekig rögtünk, hogy ezek pontosan ugyanolyanok, mint mi. A milliókat kereső nagy sztárok ugyanazt a szar csinálják, mint mi a hcv ben Persze. Ezt, ez nem HCV szennyes, ez csak birkózás. Nem engem kell meggyőznöd majd erről. Én kitelegetnék minden csontvázat, ami létezik, de hát na. Figyelj, Wellingtonos podcastünkben elmeséltétek az egész tiszadadát, szóval... Ja, tényleg. A, az, az, izé az amerikai álom című podcastünkben Wellingtonnal elmeséltétek az egész tiszadadát. Szóval... Most erre nem mondok inkább semmit, jó? Most telepatikusan próbálom átsugározni a gondolatomat, hogy mit gondolok éppen, de na, erre inkább nem mondok semmit. Ha csak nem akarom azt, hogy a pofám ki legyen rakva minden hátsó és eseményre, hogy nem látunk szívesen, de na, mindegy. Oké. Okay. Igen, Norbi, lehet, hogy... Behozni tilos. Norbi lehet, hogy jobban járt, nem mentünk el győrbe. Valszeg. <laughs> Valszeg. Főleg a vidéki is meg főleg ilyenek voltak, mert ott általában ugye nem voltunk úgymond felelősek sok mindenért. De nem a csardokban szokott lenni a probléma, hogyha vidékre megyünk. Éh, ja. Inkább a szálláson, meg a városban. Igen. A meg egy hídom, meg ilyen helyeken, igen. <laughs> Uramisten gyerekek, hát azok a turnék. Ugye Andrással beszélgettem múlt héten rá, az ő podcastjében a jó Michael Natszal, hogy az tényleg olyan volt, mint egy ilyen hülye osztálykirándulás, hogyha elmentünk ilyen vidéki városokba birkózni. Itt ilyen nagy osztálykirándulás, nagyra nőtt gyerekekkel. Szeged, Debrecen, De... Tiszadada, Nógrád, mindegyik olyan. Ja, Salgó Tarján tényleg, uramisten. Tuh! Fú! Amikor egy garázsból átalakított motelszobában aludtunk a doktorral, ahol nem volt zuhanytálc, azért eláradt a szobánk. De még nem is lejtett a szobának az a sarka, ahol a zuhanyzó volt. <gül> <gül> Gyakorlatilag full egyenes volt a salgutarjáni kis motelszobánknak a, a fürdőszobája a talaja, és az egyik sarokba beraktak egy, egy zuhany. Ami el volt egy és... egy az falazva. <laughs> Meg lecsempészve. És Igen, mindez egy garázsban, és... srácok, szóval ez egy garázsból átalakított motelszoba. Igen, mert konkrétan az ablakunkkal ott, ott volt az egykori kocsi feljáró. Ja. <laughs> ja, Istenem, és ott éjszakában nyúlóan vitatkoztunk az ágyon, hogy ki legyen az új bajnok, mert Nightro megsérült. És a legjobb az volt, hogy bekapcsoltuk a tévét, és az Eurosporton Birkó ment. <laughs> Persze, mi más? <gül> Ugye? <gül> Igen. Az de jó, jó, jó klasszik sztorik, vagy a szegedi forró fogadó, ahol a víz minden volt, hogy csak forró, nem ellenben rettentően büdös. Meg kurva hideg volt, és taknyos idő. Fú. A részeg VR-rel, meg részeg... Aki reg... megpróbált bejönni a szobányba, de előrelátóan bezártad. Így van. csak ha birkózókkal mentek valahova, és egy hotelszobába szálltok meg, zárjátok az ajtót. <laughs> Ez egy nagyon jó tanács, mert vagy ötször próbáltak meg bejönni hozzánk, és nem sikerült nekik. És a birkózó kislány, aki rettentően mufurc volt, mert éjszaka nem jött össze semmi nájtróval. <laughs> így van, így van. <laughs> Fú, de jó, de, jó volt. de jó volt. Igen. Szóval ez tényleg a, a nagy nagy osztálykirándulás sztori. Úgyis a, az életünkről szólt ennek az adásnak a legnagyobb része, úgyhogy ez is simán belefér. Hát, nem tudom, nálunk az ajtó megállította a birkózókat, szóval olyan nem volt, hogy ránk törték volna. Olyan igen, hogy megpróbáltak bejutni, dörömböltek se, meg, stb. De... Kon konkrétan, srácok, elmesélem a sztorit. Szóval ugye nem volt olyan késő, olyan tíz óra lehetett, mikor bezárkoztunk a doktorra, hogy ne zavarjanak minket, hogy holnap show van, mert miért ne? és a rettentően illuminált állapotban lévő VR megpróbált bejönni az ajtón, ami neki nem sikerült, de ő mivel úgy gondolt, hogy ez is sikerülni fog, ezért rettentően a slunga jött befelé az ajtón, ezért lefejelte az ajtót, visszapattant a seggére, én utána kitottam az ajtót, és egy rettentően részegri VR nézett föl róla a láptőlőről rám. Jó, vr volt voltak ilyen sztorik, tehát e, VR mellett én is bebasztam párszor a te kertedben. Ez előfordult, így van. Amikor kerti partiztunk, és jött ő is. Így akkor, van. Igen, igen, volt pár, volt pár ilyen, hogy versenyt ittunk, de az nem Szegeden történt, mert ott e, bárfüvel mi felelősek voltunk a... Aztán me emlékszem, meg megjött KvP, akinél volt, vagy három üveg, nem tudom mi, ez még mindig mind egyébként szeged a forrófogadó, ugye három üveg, nem tudom mi, ekkora pia, és úgy sürgött, mint valami alkoholista a Tesco parkolóba. És ő is bejött, és akkor utána kizavartam mindenkit a büdös faszba. Uh. Nem, nem olyan volt, mint Jericho és Fumi. E, igazából egy, egy külföldi birkózó lány volt, aki azon a són vendégszerepelt éppen, és e, hát elég egyértelmű jeleket küldött Nitro felé, hogy hát ő szeretné, hogyha itt lenne valami, de e, jó Nitro inkább csak feszengett az egészt, <laughs> és nem lett végül semmi. Nem, nem, nem. És ebből nem. aztán másnap olyan, olyan, olyan mufurc lapos pillantások lettek a buszon egész úton az a Budapestre hogy azt megemlegettük. A soha nem fogom elfelejteni. Nem, nem alfa volt. Nem alfa volt. A, ha alfa akarta volna, abban a nak nincsen beleszólása. Így van, így van. Ott nincsen más választásom, ugye? Ahogy ezt tanult kollégánk mondta egyszer. Igen, ha azt alfa female akarta volna, akkor Nitro nak abban nem lesz beleszólása. Az megtörténik, hogy Nitro akár akarja, akár nem. Így van. A, a hírekben nem kerültünk be, de azért Tisza Dada egy életre megemelegíti azt, amikor a birkózók ott voltak, azt soha nem fogom elfelejteni. Az átbulizott est, első este után, reggel 7 órakor a sónapján, így a mellettünk lévő templomban a misére érkező öregasszonyoknak a, az ültözését soha nem fogom elfelejteni. Az gyönyörű volt, srácok. Azt hiszem, az megvan ahogy hívják az amerikai álomban szóval aki azt a szorit még nem hallott, a Tisza Dadáról, a Tisza a pokráról, az ott van, és első kézből tudunk róla ö, beszélni. Tisza Dadán, abból az indítatásból volt show, kedves Ted Danielson, hogy ott a kéki családnak működött egy csárdája, és ugye a kéki család az egyik birkózónknak a családja volt, akik jelentős támogatásokat folyósítottak a HCV-nek, konkrétan a ringet kaptunk tőlük, meg ilyenek. Azért volt kéki és, hűtechnika éveken keresztül a ring szoknyán. És az ő csárdájukban mindenféle rendezvényeket szoktak tartani, koncerteket, meg ilyeneket, és ennél fogva a szívességből mi is tartottunk ott műsort. Nem is egyet, tiszta Úgyhogy így kerültünk tiszadadára. Így van. <laughs> És aki még nem tette meg, tényleg nézze meg az Amerikai Álom című részt, mert az, az maga a tiszadadai pokol. Igen, megtaláljátok a szorító archívumában a Youtube-on. Jep, jep, jep. És <laughs> Az összefüggések minden ott vannak. <laughs> Hát de azt a részt megéri meghallgatni, mert abban mindig találsz olyat. Mindig találsz olyat, ami újdonság és, és egy új emlék. Csodálom, hogy abból nem lett nagyobb bal, ezt a részt megcsináltuk. Nem is értem, hmm. hogy miért a hit mágnesből lett. Ahhoz képest a tiszadada az kb. a kitárulkozás nagy mestere. Igen, á, te elszól az az a cucc. Igen. az az a cucc. Azt csodálom, hogy ezt még a YouTube nem tiltotta le. Miért? Hát mert olyan mennyiségű izé van benne minden, hogy az van, ami elképesztő. Ja, és csak ezt így mondom, megjegyezném hals, hang, halkan, hogy arról mindenről van videó videófelvétel. Sajnos nem nálam, hanem a HCV orkói vumában, de az megvan videófelvételen. Minden. Majd ha egyszer nagyon megszorul a szervezet, akkor ki fogjuk adni, hogy hi, this is HCV and this is Jackass. <laughs> Főle, főleg a, a srácok gondoltuk bele, amikor a birkózók rászabadultak arra az iPhone-ra, amin először lehetett szuper lassítást csinálni ezt nem mondom el, hogy mik történt. De te Te történt egy kifejezetten érdekes dolgok. Nem akarom tudni. Azt nem tudod? Ja, ja, ja. Nem. Nem tudod tényleg? Tényleg nem tudom, de nem is akarom tudni. Jó, majd adás után elmondom. Majd után elmondom. A doktor mindenre emlékszik, szóval nincs ilyen probléma. Ja, Istenem, zsrácok. Fú. Nem feltétlenül. Arra sem emlékeztem, hogy, emléke, hogy énekeltetek nekem születésnapi műsorban. Ez így van. Ez így van. A doktornak erről nincsenek közvetlen emlékei, mert nem volt ott iszadadán egyszer se. Én ezt nagyon bölcs előrelátással kihagytam minden egyes alkalommal. Szóval én csak elbeszélésekből ismerem a tiszadadai traumákat. Nincsen róla semmiféle személyes tapasztalatom. Ez olyan, mint a feltámadás, mesélik, hogy volt. <laughs> Éh, nagyon jó. Az tisztadai népmesék, az szájhagyomány útján terjed. <laughs> nem, én csak uh, utazásban a Szegedeket, Debrecent, meg Salgú Tarjánt éltem meg. Amikor Pécsen voltunk, akkor itthonról mentem a, a gálára, úgyhogy ott uh, a, a szakkörnek nem voltam része. A jó Szent Lőrinczi show. Arról, miről meg hazajöttem, ugye, szintén az utolsó vonattal Pécsre. Istenem, fú, az Már is a Szent jó show volt. show előtt is történtek érdekes dolgok, például a kismalacsal, amelyik megnézte a Blake Steamert. <gül> <gül> És kineveztük Revolution Bajnoknak. Így van, így van. Csülök volt a neve, még emlékszem a kismalacra. Igen. Érdekes dolgok történtek avval a malacsal. <laughs> Igen, egy életre megtanultad, hogy lebecsült le Batman-t. Majdnem kiraktunk izéni, ez nagy A kocsiból. Igen, az, az úgy nézett ki, hogy mentünk Salgó felé, a kocsiban volt Bártfi, Miki, Mikinek az öccse, és Tony Bariton, ugye? Meg én és nagyjából ott valahol az isült, hogy én nem néztem egyetlen Batman filmet se, és nem is akarom megnézni őket, és akkor megfenyegettek, hogy kiraknak az autóból. Képzeljétek el azt, hogy százal megyünk az autópályán, vagy nem tudom, mi az autó, főút, hogy mi a faszom az. Szakad az eső, kb. nem látunk két kocsival előrébb sem, mert annyira esik az eső, és mind a négyen egyszer nézünk a középen ülő doktorra. Nem középen ültem, baloldalt. Baloldalt ültél? Akkor baloldalt bal ülő doktorra. Ja, mert Tony ült középen, tényleg. Persze, mert Tony volt a legszerencsétlenebb szokás szerint, aki nem harcolt ki magának, hogy ne ott üljön. Persze. Yeah. Azt én egyébként megcsináltam Doverrel és Rizéval is, Árpival is. Árpi <laughs> ült középen. Nem én. Meg nem Dover. Kéki úrral mentünk le Tiszadadára, meg Patrikkal, Régen volt, talán igaz se volt. Á, de nem. És Bali egy pontosan az a malac. Így van, az a Revolution bajnok malac. És ezt ez lesz a tökéletes zárszó mai streamhez. És Gretzmeister ugye bedobta a Find Undertaker dolgot még, hogy talán azt megcsinálják a Survivor series Ugye pont ebből jött ki majd egy nagyon szép kép, ahol, ha jól láttam, mintha Jeff Hardy lenne Taker és Lexa ott uh, motoszkán előtt ilyen yep. sötét ruhában. Igen, igen. Persze, hogy elemében vagyok, srácok, nem készültem most semmit a podcastra, meg minden. Teljesen jó. Azt de azt olyan volt konkrétan, hogy kapott birikózó hívást a Renegéttől adás közbe, de az még a rádióban volt, hogy most azonnal összepakolsz és hazamész. Úgy, hogy hallottam a telefonon keresztül. Szóval Remeg. én nekem nem lepődnénk meg. Remeg. Igen. Igen. Szóval volt még én a rádióban, srácok. Na jó, tényleg zárjuk le a streamet, azt hiszem ennyi. Elég volt a korábbi éveink fölemlegetéséből egy alkalomra, mert még végül túlterhelődik a relétek belőle. Abból soha rem nem, a doktor nem lesz kirúgva, mert a doktor pótolhatatlan. Ne mondjál, hogy nem mondja, mely ilyeneket De A doktor nálam is pótolhatatlan, szóval nincsenek ilyen problémák. Na, mindegy, szóval fejezzük be, és zárjuk le az adást. Nagyon ott szeretettel köszönjük, hogy itt voltatok, tényleg, nagyon jó. Jól szórakoztam ettentően. Doktor nem annyira, mert feszeng, de az előfordul. Vele, Csak most a végén. Na. Eljutottunk arra szintre, amikor igen. Na, viszont aki a Youtube-on néz minket, az lemaradt a technikai problémásról, technikai problémákról az adás elején, így egy vágott verziót kaptak a streamből, ezért éri meg live-ban követni minket élőben, mert minden egyes live-ban történhetnek érdekes dolgok, amit nem kerülnek bele a Youtube adásba. Ezen kívül föl lehet iratkozni a YouTube csatornánkra, ha még nem tetted meg, mert a hallgatóink 20%-a még mindig nem tette ezt meg. Ezen Olyan kívül... még 30 volt. Igen, akkor 30. Nem tudom, már nem emlékszem. 20 valamennyi. Amikor, el, amikor elkezdtél panaszkodni erre, akkor még 30 volt, Igen. aztán valamiért lementél 20-ra, bár nem gondolom, hogy hirtelen 10 százalék iratkozott volna. Én sem. Nem mindegy. 20 lehet, hogy valami, 20 valamennyire, tudod, csak az első számot jegyzi meg az agyam így. Jól van, természetesen a Youtube-on lájkolhatjátok a videót, ha tetszett, diszlájkoljátok, ha nem tetszett, és írjatok kommentet minden lehetséges felületünkön, Youtube-on, Facebookon, Discordon, mert Discord szerverünk is van, ahol beszélgetni lehet velünk, és van aktívak is szoktunk lenni, úgyhogy gyertek oda is, és fejtsétek ki a véleményeteket a birkózás világáról. Ezen kívül van jó árasított pólóboltunk a t ahol meg lehet vásárolni a különféle szorító dizájnokat, illetve a szorító által dizájnolt, de nem szorítóhoz kötődő dizájnokat is. Valamint lehet támogatni minket állandó havi jelleggel a Patreonon keresztül, avagy borravalót hagyhattok a Streamlabs és a Streams Elements felületein keresztül, egy PayPal fiókkal vagy bankkártyával. Van még valami ezen kívül? Itt is feliratkozhattok a csatornára, és abban is támogattok minket, és kaptok kicsi jelvényt is. Bronzott. Igen, van, most már, van apró kicsi jelvényünk, sőt, színes is, meg minden. Így van. Meg Látja, egész délelőtt ezen dolgozott. Így van, meg emotikonink is van, szóval lehet tele spemelni spam a csetet annak, aki feliratkozó az emotikonokkal. Meg lesz még más is. Lesz még más is, mert róla is lesz. Meg a csirkéről is. Kiségi jogok kolléga továbbra is. Mi van? Mi bajod van? Minden! Beszóltál? Ne szólj be! Be! Ne be! Korilla. Az. Nagyon sok King Kong videót néztem ma a Youtube-on. Nagyon jó. Uh, addig Szeret is tudjátok, hogy mit kell még csinálni. Az kell. Norbi, menjen a Discordra, menjen a Discordra. Van egy-két jó ilyen gifünk már. Mit kell még csinálni? Bízzatok a doktorban, szokás szerint. És csak semmi pánik, srácok, and the wrestling is fun. Sziasztok! Sziasztok.